Szóval, hogy mit csinálok, Kinga? Embereket zaklatsz. Sziasztok! Itt vagyok a Glamournak a Woman of the Year díjátadóján, amin két dolgot szeretnék megcsinálni, igazából egy trükkel. Az egyik, hogy a jelöltektől, pár jelöltől megkérdezem azt, hogy mi az, ami motiválja, inspirálja őket, főleg olyan szituban, amikor úgy érzik, hogy egy kicsit elakadtak. A másik lazább téma, hogy van-e bármilyen selfish trükkök, és Urbán Balázs baromi jó portréfotós barátommal összehasonlítjuk a mi kis ilyen selfie módos képünket az ő profil, ő koncepciója szerint megcsinált fotóval. Úgyhogy mindjárt jön az, viszont azt nem itt fogom magán az eseményen, hanem az előkészületeknél a smink meg haj volt, úgyhogy kezdjük el. Rozina, a kérdés az az, hogy mi az, ami téged inspirál, mi az, amikor valami mondjuk nehéz helyzet volt a karrieredben, hogy mi az a belső erő, ahogy te ezen túl tudtál lépni? Én nagyon szerencsés helyzetben vagyok, mert saját szakmájában két nagyon sikeres embernek vagyok a gyermeke, és valahogy egész gyerekkorom arról szólt, hogy vagy a Kánya Katának, vagy a Vosala Györgynek a lánya, vagy hú, hát akkor ismerjük a szüleidet. Predesztinálva vagy már. Nem is predesztinálva, hanem inkább megbélyegezve, jó értelem. A jó stigma. Igen, és hogy valahogy egész életemben azt szerettem volna bebizonyítani, hogy én magam is vagyok valaki, és hogy a saját entitásom is legalább annyira fontos, és szerettem volna a szüleimnek bizonyítani, hogy egyszerűen méltó vagyok az utód lenni, úgyhogy valahol engem a szüleim nagyon-nagyon motiváltak, és ők voltak mindig azok, akik hittek bennem, és megértették velem azt, hogy inkább a próbálkozás száma az kevésbé számít, nyugodtan lehet lövöldözni, okay. És abból valamennyi célba fog találni, tehát hogy az ember... Csinál, csak elbukhatsz akárhánytól, csak egyel többször álljál fel. Így van, pontosan, tehát ez szerintem a sikeres és a nem sikeres embert ez különbözteti meg. Minden sikeres embernek több bukás van az életében, mint azoknak, akik nem sikeresek. Akik nem sikeresek, ez annyira úgy gondolom, és meg nagyon sokat kérdeznék amúgy erről, de dumáltuk, hogy majd egy hosszabb beszélgetés is lesz. És akkor a másik, amire áttérünk, az egy lazább dolog, az egy szelfizés, hogy van-e bármilyen szelfizős vagy pózolós praktikát, ha már én azt hallottam, hogy egy bizonyos kor fölött, amiben én még nem vagyok, Azt mesélik az öregek, hogy a selfizni, illetve képet készíteni föntről kell, mert hogy olyankor a fénye... Mennyire? Látjátok, hogy ilyenkor egyáltalán semmifajta táska vagy karika nem látszik gyakorlatilag az emberen, úgyhogy innen föntről kell készíteni a képeket, és nagyon mosolyogni mindig. Mi az az erő, ami hajt téged, hogy tovább menjél? Én azt gondolom, hogy a környezetem. Tehát, hogy ez nagyon-nagyon fontos, hogy olyan emberekkel vegyek körül magát az ember, akik pozitív hatással vannak rá, akik ki tudják húzni, hogyha rossz fazba van, hogyha a hajnali hányokból felhívsz, akkor ott van és segít. És én a dalszerzésnél is nagyon-nagyon sokat inspirálódom azokból az emberekből, akik körülöttem vannak. Tehát, hogy van olyan dalom, amit nem a saját történetem alapján értem meg, hanem mondjuk a legjobb barátnőm szerelmi csalódása. Tehát, hogy szerintem ez nagyon fontos, hogy figyeljünk egymásra. Én nagyon-nagyon hosszú tájékozom például, vagy amikor győri vagyok, amikor ide Budapestre kerültem, akkor is azért nagyon sokszor volt olyan, hogy mondjuk utazás közben hol vagyok, mondd, hogy merre kell mennem, és akkor segítenek és beszélünk. Tehát, hogy szerintem ez talán ez a legfontosabb az életben, illetve a család támogatása. Selfie. Van bármi trükköt, hogy selfizet, hogy állítasz be, hogy csinálni? Igazából az én barátom fotós, tehát hogy ebből a szempontból én jó helyzetben vagyok, de azt vettem észre, hogy amióta együtt vagyunk, ez most már szinte több mint 2,5 év, egyre rosszabbul fotózok én. Mert belekényelmesedtem ebbe a szituációba, tehát hogyha bárhol vagyunk nyaralni, mindig ő csinálja a képeket, tök jó meg. De nyilván szoktam én is szelfizni, meg hát a közösségi oldal kezelése az nagyon fontos. Úgyhogy az első trükköm, én persze abszolút, az első trükköm az az, hogy bármi, ami rajtam van, abban megtörlöm a lencsét, hogy ez legalább tiszta legyen. Mert rájöttem, hogy ez is már tud emelni egy kicsit
a képnek a színvonalát, aztán próbálom úgy, hogy vagy ablak elé állok, és hogy a fény az olyan szépen jöjjön, szebb legyen a bőr, ilyesmi, ennyi. Forog egy film, úgy. Várjál. Mi kilátod? Ezt mondtam, lakos a hajam. Na mindegy, hello. Ez egy jó perk lesz, hogy a végére. Igen, ezt mondtam, hogy ez itt nem jó. Honnan merítesz erőt akkor, hogyha valami nem úgy megy, ahogy szeretnéd? Szerintem az nagyon fontos, hogyha valami nem úgy megy, ahogy szeretném, én nem tudok napokra elkeseredni. Mondjuk egy darab rossz fél napom van. És mondjuk képzeld el, hogy felébredsz, vagy mondjuk délután történik veled valami rossz, nem úgy mennek a dolgaid, akkor este úgy vagyok, hogy jó, akkor én azt holnapra ki fogom aludni, úgyhogy ezt így nagyon gyorsan meg szoktam oldani, illetve azt, hogy honnan szerzek inspirációt, én például már attól nagyon boldog vagyok, például ma reggel felkeltem, és nemrég festettem. Szóval még nem raktam fel a sötétítő függönyömet, és ezért ilyen brutális napsütésre ébredtem. És én már ettől megvoltam nagyjából olyan délután 4-ig, aztán kicsit megcsúsztam, beittam egy kávét, és azóta jó. Csak igazából az idő miatt túl tudod magad tenni rajta? Igen, meg azon szoktam volna akadni, hogy azért persze történtek már velem olyan dolgok, ami mondjuk rossz volt a lelkemnek, és hogy nagyon fájt a szívemnek, mondjuk magánéletben vagy munkában is volt ilyen. Azon szoktam gondolkodni, hogy oké, ez most nagyon rossz, de 2 hónap múlva ez probléma lesz. És szerintem ez most úgy, hogy magamról mondom, szerintem ez egy nagyon jó felfogás, mert mindig mindenben azért próbálok hosszú távon gondolkodni. És ami ma nagyon fáj, és nyilván szoktam sírni, hogyha olyan van, az 2 hónap múlva nem biztos, hogy probléma lesz. Fogalmazom meg, mert hogy az életünkben lévő problémáknak a 99% az van, amit tényleg egy év múlva nem is fogunk emlékezni, és ha van is, akkor is az csak egy temporary, tehát hogy csak egy ideiglenes dolog, és aztán elmúlik. Én nagyon sok mindenen így tettem túl magam. Egyébként, hogy azt gondolom, hogy hónapok múlva már nem lesz probléma. Meg alapban én nagyon pozitív vagyok. Hát hogyha egy napsütésnek már ennyire ülsz, akkor nagyon pozitív vagyok, és nagyon őszinte. Az nem mindig jó. Yin-yang, mindenben van ilyen is. És hogyha már ilyen komoly témáknál vagyunk, akkor szelfizés. Vannak szelfis trükkjei? Az, hogy kell pózelkedni, bármi ilyesmi, semmi nem nincsenek. Kell. Nincsenek, amikor kapok ilyen szép sminkeket, akkor azt mondjuk megfotózom mindenhonnan, aztán van, hogy csak sikerül, de nem vagyok egy nagy szelfi bajnok egyébként. Hát én ezzel el is köszönök tőletek. Szerintem érdekes gondolatok vagyok, és remélem még sok emberrel fogok interjút csinálni és beszélgetni a sikerről, és ezeket szétbontani, tanulni tőlük. És írjátok meg kommentbe, hogy kinek tetszett legjobban akár a selfie tipje, melyik selfie tip tetszett legjobban, és kinek tetszett legjobban a gondolata. Iratkozzatok fel, hogyha még nem vagytok, lájkoljátok a videót. Ha nem tetszett, csináljátok, amit szeretnétek. Sziasztok!